úgy döntöttem, hogy engedek a csábításnak, eljövök egy kicsit mountain bike-ozni, így eső után, országútival amúgy sem jó. Mountain bike-nak meg mindegy, csak pörögjön a kerék. Sárba nem megyek, dagonyázni azért nincs kedvem. Fejkamerázásnak van egy előnye, azt mutatja be, ahova nézek. Több látnivalót lehet mutatni. Viszont ugyanakkor ez a hátránya is, mert ha kapkodsz a fejeddel, vagy nem jól tartod, akkor a felvétel mehet a levesbe. Remélem a szélzaj csökkent. Raktam rá a szivacsot kamerára, vagyis másikat, mert mindig volt rajt, csak nem mindegyik vált be. Nap nem süt, gondolom mindenki látja, viszont azt nem, hogy nagyon füllett az idő, eső esett elég, fel van ázva minden. Ilyenkor nehezebb a légzés is, füllett időben, magas a páratartalom. Az még majd elválik, hogy betámadom-e a vértest. Milyen lesz a feljáró? Na, micsoda pagoda. Ez igen. Na, meglátjuk, mit mutat. Mert itt egyelőre száraz, köves rész miatt, meddig tudunk fölmenni.
Jól néz ki a talaj. Tetszik. Lehet jól haladni. Éjszakás után ez a legjobb. Haladok szép lassan, de biztosan. Arra ügyelni kell, hogy kinek a parjon, mert akkor nehéz az újraindulás. Sőt, szerintem lehetetlen. Meg kell hagyni, hogy a mountain bike-ozásnak is megvan a szépsége. Ilyen tájokon kerekezni. Szép nyugodtan. Hallgatni a madarakat. Na. Kérem, ezért jöttünk fel.